Lehet, hogy nem is létezel. Se te, sem pedig a barátaid, a családod, a munkahelyed. A városod sincs, a földrész, ahol élsz, és valójában csillagok sincsenek az égen. Sőt, a földbolygó maga is egy kivetített, mesterien létrehozott hologram annak a céljából, hogy több milliárd tudatot verjenek át vele nap mint nap, és tartsák a teljes társadalmat mély altatásban. A most következő videóm egy kissé elvont lesz, de annál nyugtalanítóbb. Ha velem tartasz, megmutatom, milyen mély a nyúlürege. Megmutatom, hogy egyes nagyon komoly tudományos elméletek szerint a világunk és a valóság miért nem létezik. Tudom, tudom. Meg vagy róla győződve, hogy ami körülvesz téged, az a valóság. De tedd fel magadnak a kérdést, amit látsz, az vajon tényleg igaz is? Te látod, vagy csak az agyad láttatja veled a dolgokat? És vajon azért hallgatod, vagy nézed most ezt a videót, mert létezik szabad akarat, vagy mert ez így volt előre megírva? Korábban már készítettem egy 17 perces videót a témában, amelyben azt boncolgattam, hogy valójában létezhet-e egy olyan szimulált világ, melyben észrevétlenül a saját tudtunkon kívül benne élhetünk. Ha valamit itt nem értesz, érdemes lesz azt is újra nézned, vagy megnézned előtte, de próbálok követhető maradni az elmélettel kapcsolatban. Készen állsz rá, hogy bevedd a piros tablettát, Neo? Kezdjünk először egy kis történelmi visszatekintéssel, ígérem, rövid és tömör lesz, és egyáltalán nem száraz. Szóval az emberiséget több ezer éve érdekli, hogy ez itt, körülöttünk vajon tényleg valóság-e? Ősi vallások és ókori filozófusok próbáltak kielégítő választ találni erre a kérdésre, de még senkinek sem sikerült. A vallások főleg azért próbáltak erre a kérdésre választ találni, mert ezzel a halálra is választ adnak. Az emberiség a haláltól való félelem és szorongás miatt a vallásokba és a kultúrába menekült, ahol egyfajta halhatatlanságot ígértek nekik, mondván, hogy ez a világ, amelyben élünk, csak átmeneti állomás, a halál után pedig a lélek, a tudat ismét útra kell, hogy bejárja az ismeretlent, vagy leszülessen egy másik életbe, mint például a buddhizmusban. Ez mind szép és jó, és az ember valószínűleg több száz évig el lett volna ezzel a társadalmi megoldással. Ám jött a technológiai és a tudományos fejlődés. Főleg az utóbbi lévén rájöttünk, hogy mesterséges világok igenis létrehozhatók. Innentől kezdve pedig felmerült a kérdés. Mi van, ha mi is csupán egy ilyen mesterséges világ rabjai vagyunk? Ma már ugyanis ott tartunk, hogy egy kis technikai fejlődéssel idővel valószínűleg mi magunk is képesek leszünk arra, hogy szimulált világokat hozzunk létre. A Matrixban az emberi testeket a világot uraló robotok tartják életben, hogy energiát nyerjenek belőlük. Közben az emberek ebből semmit nem éreznek, az agyuk ugyanis rá van kötve a Matrix nevű hálózatra, ami az általuk érzékelt valóság. A Matrix probléma felvetése kettős. Egyrészt benne van az az ősi, vallásokat és filozófiai irányzatokat is uraló gondolat, hogy miközben mindennapi problémáinkkal vagyunk elfoglalva, nem látjuk az igazi valóságot. A film másik alapkérdése viszont már sokkal modernebb. Ha a tudomány és a virtuális valóság egyre inkább képes arra, hogy átverje az emberi agyat, akkor honnan lehetünk biztosak abban, hogy az agyunkép nincsen átverve? Ergo mi van, ha valójában mi is egy Matrix rabjai vagyunk? Kizárni nem lehet, még akkor sem, ha jelenleg szalmaszál erősségi bizonyítékok vannak a tudósok és elméleti fizikusok kezében. Elvégre, ha belegondoltok, a szimuláció lényege az, hogy tökéletes illúziót hoz létre a belsejében élők számára, ami miatt odabent mindenki tényleges valóságnak éli azt meg. Képzelj el egy olyan mesterséges világot, ahol minden a lehető legapróbb részletekig ki van dolgozva, ahol gyakorlatilag senki nem vesz észre, hogy egy illúzióban él. Ahol ha valaki tisztában van a szimuláció hibáival, kiskapuival, akkor képes lehet megkerülni azokat, magyarul lehetetlen dolgokat véghez vinni, mint például a Matrixban lévő kanálhajlító kisgyerek. Azt már kifejtettem a korábbi ezzel kapcsolatos videómban, hogy elméletben több jövőkutató szerint is, ha elérjük a poszthumán korszakot, akkor valószínűleg felmerül az az igény, hogy szimuláljunk egy történelmi valóságot. Ezzel megtudhatjuk, hogyan éltek pontosan az őseink, vagy megnézhetjük, hogyan alakult volna a történelmünk, ha bizonyos dolgokat megváltoztatunk benne. Ha pedig elérjük ezt a poszthumán kort, és akarunk is szimulálni, akkor két lehetőség maradt. Hogy mi vagyunk az elsők, akik elérik ezt a kort, és mi indítjuk elsőként ezeket a szimulációkat, vagy... Vagy az, hogy ezek a szimulációk már régen elindultak, így pedig mi is csak benne élünk az egyikben, és ez az egészben a legnyugtalanítóbb. Ha ez utóbbi igaz, akkor mi még csak nem is az Isten teremtményei vagyunk. Tovább megyek. Nem is létezünk.
Az Isten, mely 7 nap alatt hozta létre ezt a szimulációt, megteremtve az eget és a földet, az élőlényeket, tulajdonképpen ebben az értelmezésben egy programozó, aki a 7. napon megpihent, ami talán mindössze annyit jelent, hogy elindította magát a szimulációt, és megnézte, hogy ez az indulási folyamat gond és hibák nélkül lezajlott-e. És talán Jézus sem volt más, mint egy a szimuláción kívülről jött valaki, aki ismerhette a virtuális valóságunk hibáit és kiskapuit. Így ki is tudta azokat aztán játszani, amiket csodaként jegyeztek fel később. Hasonlóképpen, mint egyes játékokban megnézhetjük azt, hogy mit látnak a világ lakói, mint a hullámvasút szimulátorokban vagy a népszerű Sims játékokban. Meredek, nem igaz? Tudtok még követni? Mert a teória ennél is tovább megy. Ha az utóbbi felvetés az igaz, akkor az elmélet azt szintén nem zárja ki, hogy a mi valóságunk is eléri egyszer ezt a poszthumán kort, és hogy mi magunk is indítsunk ilyen szimulált világokat, amik akkor eleve egy szimulált világ saját szimulációi lesznek. Ami azt illeti, a Facebook alapítója Mark Zuckerberg valami ehhez hasonlóan dolgozik egy ideje a Meta égisze alatt. A teória szerint a jelenleg a valóságunkban élő emberek, élőlények egy része még itt a szimuláción belül sem teljesen valódi. Olyanok, mint a Sim-ek vagy az NPC-k, ahogyan a szaknyelvben hivatkoznak rájuk. Egy olyan szereplő, amit a játékmenet során nem a játékosok, hanem a játék szoftvere irányít. Egy nagyon népszerűvé váló videóban egy youtuber megpróbált egy szimuláción belül több NPC-t meggyőzni arról, hogy amit valóságnak hisz, az nem az. Érdekes reakciók születtek. Sok esetben úgy reagáltak, mint egy átlag ember. Vagyis a Sim-ek öntudata nem olyan fejlett, mint a húsvér embereké. Sőt, NPC-k létezésére utaló bizonyítékokkal van tele mostanában a YouTube és a TikTok is. Az NPC-k a videójátékokban általában különböző szerepeket töltenek be, mint például ellenségek, szövetségesek, kereskedők vagy információforrások, vagy mint jelen esetben a szimulációnkban járókelők, statiszták. Lehet, hogy Margit néni is a szomszédban, aki minden nap kileskelődik a kapuban és figyeli a járókelőket, meg hogy ki mikor indul a munkába, szintén csak egy NPC. Vagy a kocsmában kötekedő Károly és társa Béla sem a leküldött rövid és hosszú italoktól tűnnek öntudatlannak, hanem mert szintén nem játszható karakterek. Jaj! Hát ez maga a téboly. Nem vagyok én súlyevelő. Ezt tudod, hogy hívják, amit most csinálsz? Visszaélés a vendégszeretettel. Hát ez pedig lefagyott. Én rontottam el? Nem. El kell vinni a szerelőhöz. Szóval visszatérve az állítólagos bizonyítékokra. Tele van bizarr felvételekkel a net, amelyen állítólag szimulációnk hibáit láthatjuk. A levegőben megfagyó repülőgépektől kezdve az egy helyben lebegő madáron át a teljesen furcsán viselkedő, időben megfagyó emberekig. Némely videó egészen félelmetesen meggyőzőnek tűnik. Na de ha már fantázia, apró és vicces bukokat, hibákat egyébként én is el tudok képzelni. Na de vegyük egy kicsit komolyabbra a dolgot. A legtöbbre ugyanis van magyarázat, egyrészt valószínűleg sokat csak megrendeztek, vagy utólag manipuláltak, de a levegőben megálló utasszállító például mindössze optikai csalódás. Ahogyan a levegőben lebegő madár sem fagyott meg, hanem egy légáramlaton szörfözik, ezért teljesen mozdulatlan. De mi a helyzet a déjà vu jelenséggel? A szimuláció hibái lehetnek az ismétlődő rövid időn belül egymást követő dolgok. Éppen ezért a teória a déjà vu jelenséget is felhozza egyfajta közvetett bizonyítékként. Ez már megtörtént. Tudom, milyen most. Az emberek jó része átélte már ezt a kísérteties érzést, amit déjà vu-nek ismerünk. De mi is ez valójában? Az átlag emberek körülbelül 70%-a élte már át ezt a jelenséget az élete során. Mivel a déjà vu-t jelen tudásunk szerint nem kiváltja valami, hanem spontán alakul ki, ráadásul csak pár másodpercig tart, rendkívül nehéz vizsgálni. A szimulációs elmélet felvetése szerint a déjà vu a bizonyíték rá, hogy az univerzumunk messze nem az, mint aminek mutatja magát. A déjà vu szerintük a rendszer hibája, azaz hiba a Matrixban, amikor a tudatunkat megtréfálja a rendszer egy számítógépben, ami a szimulált univerzumot előállítja nekünk. Ezt részben arra alapozzák, hogy az agyban mind a mai napig nem sikerült megtalálni a jelenség pontos kiváltó okát. Vannak ugyan elméletek szép számmal, a dopamin termeléstől kezdve az időérzékelés megcsúszásán át, de eddig egy elméletre sem lehetett azt mondani, hogy az összes aspektusát magyarázza. Ha pedig nem az agyunkban van a jelenség nyitja, akkor kint van a világban. A nem létező világban.
hogy mi az igazság, valóban egy kamu világegyetem lakói vagyunk-e, ami még hibás is, és így dezsavüket lök az elménkbe, vagy csak simán az agyunk egy részének túlfeszültsége okozza ezt a zavarba ejtő jelenséget, vélhetően még hosszú ideig nyitott kérdés marad. Persze nem mindenki gondolja úgy, hogy a szimuláció elmélet valódi. A kritikusok szerint az emberiség nem fog utódszimulációkat indítani akkor sem, amikor már megteheti ezt, hiszen pont emiatt kellene szembenéznünk azzal, hogy valószínűleg mi is szimulációban élünk. Ha pedig a mi valóságunk tudósai a poszthumán korba lépve meg tudják hozni az erkölcsileg is felelős döntést, hogy nem indítanak szimulációkat, akkor joggal reménykedhetünk abban, hogy korábban sem indított ilyen szimulációt senki, így pedig mi sem élhetünk szimulációban. Az elmélet egyébként olyan komolyan van véve, hogy ma már tudósok tettek fel éveket arra, hogy azt kutassák, találnak-e rá bizonyítékot. A Washingtoni Egyetem munkatársát, Martin Savage-t annyira megragadta ez az elmélet, hogy kidolgozott egy olyan metódust, amivel sikerülhet igazolni vagy megcáfolni a szimulált természetünket. Bár még csak egy atommag méretű univerzum szimulálására vagyunk képesek, az már tartalmaz olyan erőforrás megkötéseket, amik elárulhatják azt, hogy egyáltalán lehetséges a nagyobb szimuláció. Mindemellett a mesterséges intelligencia léte is komoly kérdéseket vet fel. Savage rávilágít, a szimulációk létrehozására való számítógépek egyszerűen fogalmazva egy négydimenziós rácsazatra osztják fel a teret, ami segít a kutatóknak az elemi részecskéket, proton, neutron, stb. Összetartó erőt vizsgálni, de emellett olyan összetett fizikai formulák is létrejönnek, amik nem kerültek betáplálásra a gépbe. A betáplált adatok és a szimuláció természete folytán létrejönnek, úgymond maguktól. Ilyen formula például a kozmikus sugarak részecskéinek energiaszint limitje. A terv gyakorlatilag az, hogy ezeket a be nem táplált jeleket tanulmányozzák, és összevetik a mi világunkban létező limitációkkal. És ha ezek megegyeznek, nos... akkor imádkozhatunk, hogy senki sem nyomja meg a resetet azon a bizonyos szimuláción. Az is egy elgondolkodtató kérdés, hogy milyen hatása lehet annak, ha egyszer végleg bebizonyosodna, hogy nem a valóságban élünk. Vajon lehetséges lenne kommunikálni a minket létrehozó univerzummal, ha mindez igaz? Vagy az lesz a szimuláció vége, amikor a szimulációban élők felismerik a valódi mi voltukat? Hiszen onnantól kezdve a szimuláció tervezői szemszögéből értelmetlenné válik a szimuláció további futtatása. Ti mit gondoltok? Létezik a világunk, vagy egy tökéletes illúzió belsejében élünk? Írjátok meg kommentben!